Visszatért az élet a kisvárdai Besenyei György gimnáziumba. A személyes találkozások nagy örömet jelentenek a diákoknak és a tanároknak egyaránt. Nem véletlen, hogy a diákok 96%-a elment az iskolába, csak néhányan maradtak távol. Az intézmény igazgatója azt mondta, kérte munkatársait, hogy ne azonnal dolgozatokkal és felelésekkel kezdjék a munkát. Most, hogy visszaérkeztek, ez a munka folytatódik tovább. Most már jelenléti oktatással, osztálytermen belüli jelenléti oktatással, ami alapvetően nem másabb, mint ami eddig volt véleményem szerint. Természetesen felmerültek most itt a dolgozatok megírása, ami mindenkit óvatosságra intettünk, most nem az a feladat, hogy most visszamenőleg kikérdezzük a gyereket egy olyan témakörből, amiben most esetleg nincs benne, hanem mondjam ezt ilyen türelmesen és egy ilyen megfelelő átvezető időszakkal próbáljuk a tanulókat, mondjam, ezt visszaszocializálni az iskolai életre, mert most valójában az történt, hogy mindenki a számítógép előtt ücsörgött tulajdonképpen, és most viszont az osztályterembe kell a korábbi technikákkal együttműködni a kollégával, és eredményt elérni. Újra jelenléti oktatás folyik a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József gyakorló általános iskolájában és gimnáziumában is. Itt a diákok 80%-a jött iskolába, 20%-a nem. Az intézmény igazgatója azt mondta, örülnek az újrakezdésnek, és szeretnék a ballagásokat is megrendezni az érvényben lévő szabályoknak megfelelően. A középiskolában elballagtak már, és óriási szívfájdalom volt ez egyébként iskolának, de még inkább a diákoknak, illetve a szülőknek, mert ugye ez egy egyszerű és megismételhetetlen. Pontosabban felmerült egyébként, éppen arról is beszéltünk ma, hogy amennyiben ezt meg tudjuk oldani, akkor hát nem pótballagással, de mégis tehát egy hagyományos rendes ballagással a középiskolába is ezt megismételjük, bár nyilván az nem ugyanaz már, mint ami volt. Még az általános iskola, mint ahogy említettem, nálunk általános iskola is van, ott is vannak ballagó osztályunk, és ott elméletileg akkor, ugye július 15-ével zárjuk a tanévet, tehát akkor a ballagást ott megszervezhetjük, megrendezhetjük. Arra is van lehetőség, hogy egynapos osztálykirándulásokat szervezzenek a diákok számára. Ezek részletszabályait jelenleg az illetékes minisztériumban dolgozzák ki.